egészségünkre. Hát bizony ilyenkor egy nagy sóhajtással levegőt veszünk, és azt mondjuk, hogy na ebben az évben egészen másképp fogom csinálni. És mi úgy gondoltunk, Éliás Tibor természetgyógyásszal, hogy abban segítünk önöknek, hogy hogy is kezdje el. Tibor, azért ez egy nagy feladat. Hát hogyne? De annyira banális. Hát egész életünkben ezt tanuljuk, hogy újra és újra el kell kezdeni. Újra és újra meg kell próbálni. Tehát nem baj, hogyha eddig nem csináltuk jól. Most van rá lehetőség. Nézd, azt szokták mondani, hogy a próbálkozás előbb-utóbb meghozza az eredményét. Hát most már nem tudom, hanyadik éve kezdem én is az évet. Számolják még? Én már nem. Visszafelé. Tudnék, igen, minden évben eltervezünk egy csomó mindent. Egy-két hétig, na jó, egy hónapig ezt tartjuk is. Aztán hogy kiszaladunk belőle, hogy ugyan már, hát az élet mást hoz. Nem érek én rá. Nem érek el rá élni. Pedig most kéne élni még. Na jó. Szóval az a helyzet, hogy többféleképpen lehet elkezdeni. Ugye a hagyományos dolog, hogy tisztítsuk ki a szervezetünket, adjuk meg a szervezetnek mindent, ami szükséges, és ezzel teljesen egyet is értek. Tisztítsuk ki a szervezetünket, népszerű opera énekesnőnk is ezt csinálja éppen. Szóval hihetetlen fontos, hogy a méreganyagot át, de hát ezt már annyiszor mondtam, nem. Most beszéljünk valami olyanról, amit még nem nagyon. Karácsonykor kaptam egy könyvet. Na. Kiolvastam. És tele vagyok energiával. Mert amit eddig mondtam, az szó szerint minden úgy van. Méghozzá a Nobel-díjas kutatónő, aki 2009-ben kapta meg a Nobel-díjat, Elizabeth Blackburn írta a könyvet, és arról szól, hogy hogyan fiatalodjunk. Már nem fogod kitalálni, hogy mivel, hát mi és miért kapta a Nobel-díjat. Hát a telomérek miatt. A telomér és a telomeráz enzim, ugye? Hogy mit is csinál, hogy is csinálja? Kérem szépen, adj olyan könyv, hogy egy este ki fogja olvasni bárki. Bocsánat, ez nem a reklám helye, de őszintén beszélek, hát hol, ha nem itt. És ez jó alapja a kezdésnek, abszolút úgy gondolod? Jó. Abszolút jó. Jó, nem nevezi meg konkrétan, bár sok mindent elmond, de amikor írta a könyvet 2010-11-ben, akkor még azért nem tudtak annyi mindent, mint most. Tehát ma már kapható bizonyos helyeken, hát sajnos nem mindenhol, és a természetes enzim, tehát a telomeráz enzim, mert elősegítő növényi kivonat, amelynek az a szerepe, hogy nem tudom, akik régen látták ezt az adásunkat, amikor erről beszéltem, arról van szó, hogy a kromoszomáink végén, a XY kromoszoma végén vannak úgynevezett, ki hogyan hívja, harisnyák, gyűrűk. Zoknicskáknak. A feltaláló, a Nobel-díjas Erzsébet asszony azt úgy hívja, hogy cipőfűző végén lévő műanyag kis szerkentyűnek a mása tulajdonképpen, ami az XY kromoszomák végén vannak, és arra kell nekünk vigyázni nagyon, hogy ezek a gyűrűk ne kopjanak el, ne pusztuljanak el idő előtt, mert minél gyorsabban pusztítjuk ezeket a gyűrűket, annál gyorsabban pusztul a szervezetünk is. Nem akarom elmondani az egész könyvet, pedig tényleg legalább fel kellene olvasni belőle néhány oldalt, de például ilyenek, hogy a megőrzésével, tehát amikor megszületünk, akkor mindenkinek van egy bizonyos számú, nem mindenkinek egyforma, egy bizonyos számú kromoszomája, tehát telomér gyűrűje, bocsánat, inkább így mondom. Tehát telomér gyűrűje. És attól függően, tehát ez megvan határozva, hogy ezáltal, hogy meddig fogsz élni. De most attól függően, hogy te hogyan élsz, ezt befolyásolhatod. És akik, tehát, hogy ne kopjanak hogy olyan ne kopjanak hamar? Annyira. Uh-huh. Na de a nagy találmány az volt, az ő Nobel-díját azért kapta, hogy ennek a rendszerét ő fejtette meg a világtörténelemben először, és azóta már nagyon sok utódja, mert mint az Erzsébet asszony munkásságának
továbbvivője van, akik most már ott tartanak, hogy igenis lehet pótolni kapszulával ezeket a teloméreket, illetve az enzim anyagot, amely védi, hogy ne kopjon idő előtt el. Magyarán a szó szoros értelemben meg lehet lassítani az öregedést, meg lehet állítani. Tehát egyes vélemények szerint akár 30-35 évvel is meg lehet hosszabbítani az életet. Na hát erre még konkrét igazolások nincsenek, de a lehetősége megvan. Én teljesen reálisan azt érzem, ugye te tudod jól, önök pedig, akik látták az adást, tudják, hogy most már több mint egy évvel ezelőtt elkezdtem fogyasztani, és tényleg, hát több évtized ismerjük egymást, és hát ilyen nem volt, hogy én átlagban 4 órákat aludjak. És ezt először, hogy szégyeltem mondani, de hát látják, semmi következménye nincs a dolognak. Többet, tehát úgy is többet élek, hogy a 24 órába, azt szoktam mondani, én 24 órát dolgozom, és 4-et alszom majd valamikor. Szóval, de ezt ne utánozzák. Vagy segítek, na, hogy hogyan csinálom. Tehát teljesen fel vagyok dobva, mert a könyv visszaigazol minden gondolatomat, sőt, annál is többet. Hát én ennek nagyon örülök, és én azt hiszem, hogy muszáj olvasnunk, tanulnunk, odafigyelnünk, és akár olvassanak mellé ennek a műsornak is, hiszen itt nem tudunk mindent elmondani. Lehetetlenség. De azt igen, szívesen elmondom, hogy ezzel a kapszulával, amit én szedek, és boltokban nem igen láttam, mindegy, de segítek, ha kell valakinek. Nem csak ezt tudjuk elérni, hanem azt is, hogy egy csomó olyan anyagot viszünk be, ami a szív- és érrendszernek, mint az egyik legnagyobb kaszásnak, mármint a romlás miatti kaszálásnak az okozója, meg lehet állítani ennek a romlását. Tehát a szív érrendszernek, a szív billentyűknek és a többi szívvel és érrendszerrel kapcsolatos dolgoknak. Hát egész szomorú esemény igazolt téged, hiszen igen. Szegény Gesztesi Karcsi. Ennyi. Szív és érrendszer. Jó, elég szomorú esemény volt az is, amikor én, ugye a hátsófali szívinfarktusom, de szerencsére én nem maradtam. Csak nálad jól végződött, hál' hát igen. Istennek. Olyannyira, hogy tényleg kaptam egy új életet. Na látják, ezért fontos a természetes anyagokat fogyasztani, és olyan boldog vagyok, hogy tényleg azt, hogy most visszaigazolva látom azt, amit eddig elmondtam önöknek. Igaz, hogy én ezt Kínában már tanultam, de nem tudtam bizonyítani. Most itt a könyv, és nálam a klubban elmesélem, és a könyvet is oda tudom adni. Állítólag most úgy kezdődik az új év, hogy ott is lesznek előadások most. De kis pletykás. Hát azért vagyunk itt, nem? Ugye nem akartam még elmondani. De jobb azt minél hamarabb mondani. Jó. Kedves rokonok, kedves családtagok, hát bocsánat, már hány éve ismerjük egymást? 13. Bizonyám. Tehát kedves rokonok, kedves családtagok, aki úgy érzi, hogy szeretne kicsit hosszabb találkozót velem, velünk, az eljöhet hozzám, és úgy gondoltuk, hogy minden csütörtökön, délelőtt 10-től 12-ig lesz egy klub, és csütörtökön 5-től 7-ig. Tudnélik, ugye a nyugdíjasok meg akik este dolgoznak, azok délelőtt érnek rá, és én nem akarok senkit se kihagyni belőle, és akkor ott magunk leszünk, és nagyon őszintén mindenfélét megbeszélhetünk. Elkezditek az új évet. Elkezdjük az új évet, és gyakorlatilag január 30-a csütörtök délelőtt 10-től 12-ig és 5-től 7-ig, de csak előzetes bejelentés alapján. Tudnék, régen csináltuk már ezt a klubot, emlékszel? Uh-huh. És akkor volt olyan, hogy nagyon-nagyon sokan jöttek, és bizony hát nem féltünk be a lakásba, és volt olyan, hogy pontosan azért, mert már porul jártak, nem jött jóformán senki. Ez így lesz szerintem. És akkor hol regisztráljanak? Egy telefonszámon, hát vagy A kijelzett Aegészségklub a Facebookon, következő telefonszámon lehet regisztrálni, 0670-388-2244, reggel 9-től délután 6-ig. Jó?
Jó, és hát gondolom, hogy a jelentkezések sorrendjében... És természetesen ingyenesen. Ingyenesen? Hány főt tudsz egyszerre fogadni? Hát egy 20-22 főt. Hát ez bizony nem sok a nézőink számát tekintve, úgyhogy minél hamarabb jelentkezzenek, és szerintem Tibor, ha ennek sikere lesz, akkor majd meg kell, hogy ismételd az ilyeneket. Én örömmel, hát járom az országot, annyi helyen jártam, hát csak például Kecskemétet mondom, hogy a megyei művelési házban voltam tavaly tavasszal, és teljes teltház volt tavasszal, úgyhogy meg kellett ismételni, és ősszel egy nagyobb helyiségbe mentünk, és az is teltházas volt. Tehát volna érdeklődés a korrekt, tisztességes információkra, csak az idő kevés. Úgyhogy aki jön, az szeretettel látom majd. Na és akkor azért adjunk tanácsokat, hogy hogyan is induljanak neki ennek az új évnek. Igen. Azt gondolom, hogy elkezdeni mindig könnyű, csak megtervezni kell, és ahhoz a tervhez hűnek lenni. Tehát tényleg reggel bevenni a probiotikumot a 3 deci langyos vízzel, életbe vágóan fontos. Aztán, hogy mit kapnék tovább, az már egy másik kérdés, de ez minden nap legyen meg. És igenis el kell menni az orvoshoz, megnézetni magunkat, hogy milyen a szervezetünk állapota, labból eredményt kérni, és amit az orvos mond, be kell tartani. De mellé ott van a természet segítő ereje, azt igénybe lehet venni, sőt, egyre inkább kell pótolni azokat az élelmiszereket, amiket nem kapunk meg. Sajnos igazak a hírek, hogy olyan anyagokat kevernek már lassan minden élelmiszerbe és italba, amely nagyon sok kárt okoz a szervezetünknek. Ezeket ki kell takarítani. És óriási jó hírem, hogy az a bizonyos zöld kapszula, amiről múltkor beszéltünk, hát most tovább olvastam, és bizony a tüdő tisztításában nagyon oroszlán szerepet tud játszani. Fontos, hogy kitakarítsuk a szervezetünket, a ruhánkat, lakásunkat, autónkat, igen, és magunkat nem. Tehát ha valaki eddig nem tette meg, én azt mondom, hogy Stand Up It jó lesz, gyerünk, kitakarítani a szervezetet, és utána egy nagy levegőt venni, és elindulunk a 2020-as évbe. Higgyék el, sokkal jobban meg lehet oldani a kérdéseket és a terveket, hogyha a szervezet partner benne, mert nem azzal kell foglalkozni, hogy beteg meg ilyen meg olyan, hanem megy és dolgozik a szervezet magának. Nekem is van egy jó tanácsom önöknek a jövő évre. Saját káromon tanultam meg, és kérem, hogy ezentúl önök is úgy csinálják, hogy előre gondolkodjanak, hogy mi az, ami elfogy. Mert én mindig úgy vagyok vele, hogy ránézek az aloéra, ó, hát ebből még holnap, meg holnap utánra is, sőt, talán még 5 napra is elég, és egyszer csak ott jutok, hogy nincs több. És az nem jó. Mindig gondolkodjanak előre, hogy az, amit kitűztek célul, hogy beveszik, megisszák, bekapják, abból mindig legyen előre legalább egy hétre, és ha elfogyott, akkor töltsék föl a készleteket, nem csak cukorból, lisztből, hanem a táplálék kiegészítőből. És két olyan dolgot mondtál, amiből viszont nem kéne túl sokat fogyasztani, mert mind a két fehér élelmiszer alapélelmiszerünk ugyan. Ja, a liszt meg a cukor. De se a kristálycukor, se a fehér kenyér cukor, vagy a fehér kenyér liszt nem tesz jót a szervezetünknek. De hát erre most kevés az idő, de azt hiszem, ők is tudják, meg sokfelé hallják, hogy ez most már túlhaladott állapot. Ha már édesíteni akarunk, akkor méz vagy stevia, mert az összes többi bizony nagyon sok galibát okoz a szervezetünknek, a többi édesítőszer. A hallisztet akkor pedig hát a teljes kiörülésűt, akár süteményt is jókat lehet belőle sütni, de használhatnak más gabonából készült liszteket is. Az a fehér liszt, ami le van csupaszítva a korpától, a magjától, tehát a csirától, stb., bár nem azt szolgálja, hogy az egészséges ember legyen. Úgyhogy pontosan ezért meg kell tervezni, ne csak úgy, hogy jaj most ezt, jaj most azt. Menjen, tervezze meg, és tartsa magát ahhoz egész évben, higgy el, nem fog öregedni, nem lesz beteg, jó a közérzete, pozitív gondolkodás, hogy ezt mindig el akarom mondani. A legfontosabb, hogy bármi történik, barátaim, mindenből a jót vegyék észre, ne a rosszat, mert a legnagyobb átok az, amikor az ember nyöszörgeti magát, amikor csak a rosszat veszi észre. Tessék a pozitívat, hogy az agy ne negatív dolgot küldjön a gyomornak,
Mert akkor a gyomor is megbetegszik, az agy is, és vele az egész ember. Azt kívánom, hogy legyenek egészségesek, hallgassanak ránk, hallgassanak a Glória műsoraira és vendégeire, mindenki jót akar önnek. Azt hiszem, hogy ez egy jó új évkezdés. Kedves nézőink, ez volt mára a Te a Glóriával. Ha mégis többet szeretnének tudni, akkor kérem, hogy nézzék meg a weboldalunkat, www.teagloriával.hu, nézzék a Facebook oldalunkat, keresőbe beírják, hogy Te a Glóriával, és hívják a műsor állandó telefonszámát, ami így szól 0620 9 340 330. Reggel 9-től este 9-ig lehet hívni, többször is próbálkozzanak, hiszen nem vagyok mindig telefon közelben. Én kívánok önöknek egy nagyon sikeres, gazdag, boldog új esztendőt, és természetesen legyenek velem ebben az évben is, minden szerdán este 20 órakor a főműsoridővel, illetve a 4 ismétlés csütörtökön hajnalban 15:30, csütörtökön délután 13:30, szombaton délután 18 órakor, és vasárnap reggel 8-kor ébredjenek velünk. Kedves Tibor, mondhatjuk a nézőknek, hogy egészségünkre!